törökülés vagy térdel ülésben, erre kérlek meg. Hátgerincet kiegyenesíted, fejtetődet megemeled, álladat enyhén behúzod. Elcsendesedünk, önmagunk felé fordulunk, és megnyugszunk. Felállunk alapállásba, lábfej közti távolság csípőszélesi, belső élet párhuzamosra beállítod az egyenes deréktájékot, ezzel a bizonyos a medence előre billentő mozdulattal. Tehát hátul van homorú, bebillented, egyenes lesz. Utána a gerinc következik, gerinc beállítása. Legyen kinyújtva, tehát húzd ki a gerincvonalat, és akkor helyre tesszük itt ezt a vállövi részt, ez egy érzékeny terület, ma is fogunk róla beszélni, vállakat egy picit előre, majd hátra, ez teljesen kitárja a mellkast, és a vállakat is a helyükre teszi, mellesleg a nyakcsigolyát is jobban helyre teszi, behúzod az álladat, ez teljesen hátra tolja a nyakcsigolyát, ez egy nagyon jótékony mozdulat, és még a fejtető már ettől is emelkedik, de még egy picit tegyél rá. Tehát képzeld azt, hogy valakinél magasabb akarsz lenni, és akkor úgy fejtetőből még egy picit húzd meg magad. Ez az alap, felfele, ez az alapállás. Kialakítunk egy pozitív hozzáállást mindahhoz, amit a következőkben cselekedni fogunk. Elhatárolódunk a külvilág zavaró hangjaitól. Elhatárolódunk saját belső zavaró gondolatainktól. Félreteszünk mindent, ami nem ide tartozik. Majd tudatosan megnyílunk lényünk magasabb rendű minőségei felé. Tudatosítjuk, hogy rezonanciába, vagyis kapcsolatba kerülünk mindennel, ami szép, jó, emelkedett, mindenhol jelenlevő, kifinomodott és igaz. Elég lesz. Elvégezzük az első bemelegítő gyakorlatot, a fejkőzést yin oldalra, vagyis jobb oldalra kezdjük. Fejet előre engeded, ellazítod, és nagyon lassan elkezded jobb irányba forgatni, úgy, hogy a fül közel legyen a vállhoz. Másik oldalon alaposan nyúlik a nyakizom. Hátul óvatosan. Ellentétes oldalon szintén jól leengeded a fület a vállhoz, itt ellentétes oldalon érzed a nyúlás. Ez a gyakorlat lényege. Elől minél mélyebb annál jó. Mozdulat lassú, nyugodt, tág, kiegyensúlyozott. Saját súlyától fogva gördül körbe a fej. Most az
fordul ki a vállad fele, és így is végzed ugyanebből az irányba. Tudatosan lazítod a nyaktájékot, ellazulsz, megnyugszol. Elég lesz, tudatosítunk. Érzékeled a nyaktájék izomcsoportok enyhe megnyúlását, átmelegedésüket, kifinomult szinten, spontán, nem tudatos beilleszkedettséget, egy nyitást. Elég lesz, másik oldalra, fejet előre engeded, ellazít a nyakizom, és most a bal vállad irányába, kezdetben a fül közelít a vállhoz. Hátul csak óvatosan, másik oldal. Ki a vállhoz, így is végzel pálkört. És mindeközben azt érzed, hogy a nyakad átmelegedik. Érzed, hogy a vérkeringés fokozottabbá válik. Így lesz, alapállás, csukott szemmel tudatosítunk. Érzékeled a nyak izomcsoportjainak megnyúlását, kimelegedést nyaktájékon. Kifinomult szinten intuícióinkba vetett bizalom megerősödését. Elég lesz. Következő gyakorlat, fej, gyors oldalirányú lendítés sorozata. A gyorsat ebből mérsékeljük. Fogom mutatni, lehet velem csinálni. Tehát kétszer balra lendíted a fejed, mindig középről indítod. Egy, kettő, jobbra, egy, kettő, mindig hozz vissza. Balra hátra, visszahoztad 45 fokos szögbe jobbra, ebből lesz a balra hátra. Balra hátra, jobbra hátra, szimmetrikusan, és hanyat hátra, bal, jobb, balra hátra, jobbra hátra, és hátra, bal, jobb, balra hátra, jobbra hátra, és hátra, bal, jobb, balra hátra, jobbra hátra, és hátra. Elég lesz. Tudatosítunk. Nyaktájéka átmelegedett, nyakcsibolyák vizsergését tudatosítod, érzékeled. Fej, tető, tájékon nyomást. Kifinomult szinten jellegzetes szabadságérzet jelentkezhet. Elég lesz. Következő gyakorlat, fej oldalirányú billegetése. Szoktuk a fej inga mozgásaként is nevezni a gyakorlatot, mivel az orr körül, mint egy ingak mozog a fej, egyik oldalra, másik oldalra. Homlok egyik oldalra, áll másik oldalra. Ezeket már lehet velem végezni, mert ugye már megtanultuk precízen. Remélem emlékeztek rá.
Szemeket felfelé és összefelé, homlok közepe tájékára irányítod. Átmasszírozza nyaktáék fő izomcsoportjait a gyakorlat. Vérkeringést pumpál fel az agy tájéknak. Megbeszéltük, hogy nagyon jó végezni ezeket a gyakorlatokat, ülő munka közben, után, előtt is jó. Kicsit előre ejted a síkot, ugyanúgy forgatod a fejet orrtengelye körül, balra és jobbra. Majd a tengelyt hátraejted, törzs tengelye mögé, és folytatod. Ha netán roppan a nyakcsigoly, az jó. Jót jelent. Megint elő. Középen. Hátul. Elő. Kicsit gyorsabban. Elég lesz. Lélegzel. Fizikai hatásokat érzékeled. Nyak mozgáskészségének megnövekedését, fejben melegséget, bizsergést, az agy oxigénes vérellátásának fokozódását. Mentális szint nyugodt, tiszta, lecsendesedett. Tudatosítjuk, mentális vezérlőközpontunk az agy, és egész lényünk összhangját és egységét. Elég lesz. Következő gyakorlat, ez a bizonyos fejet leemelő gyakorlat. Megfogod a hüvelykujjaddal rágás izomeredési pontjánál, többi új ráfonódik hátul a koponyára, és a gyakorlat lényege, hogy felfele húzd a fejtetőt innen, tehát innen van egy húzóerő, ez által emelkedik a fejtető, és az áll egy picit behúzódik. Helytelen a gyakorlat, hogyha így meg van emelve az állat, és így végzed, az égvilágon semmit nem ér. Be kell húzni az állat eleve, emlékeztetni, hogyha ha egy papírlapra ráharapnál, akkor annak vízszintesen kellene lennie, tehát a talajra párhuzamos kellene legyen a papírlap, úgy van jó pozícióban a fejed, picit már eleve hátrátolod az álladat. Így fogod meg, ezt már csináltuk velem, és akkor plusz még húzod felfele. Egy percig kéne húzni háromszor. Nagyon-nagyon jótékony a gyakorlat. A szakemberek szerint ez a lehető legjobb, amit tehetsz annak érdekében, hogy a nyakcsigolya tehermentesüljön. Most nem csinálom végig az egy perceket, de te nyugodtan otthon megcsinálhatod egy percekig. Picit pihensz. Következő. És az utolsó. Ténylegesen legyen egy húzás felfelé. Elég lesz. Tudatosítunk. Érzékeled a nyakcsigolyára kifejtett jótékony hatásokat, megkönnyebbültség, tarkó tájékon.
csuklyás izom környékén. Elég lesz. Következő gyakorlat, vállak felle való mozgatása. Egyik vállat megemeled, lejted, másikat megemeled, lejted, és összekötjük a gyakorlatot. Nem nehéz ez a gyakorlat. Fontos, hogy felfele húzd a vállat, és jól engedd le. Picit előre, törsz, folytatod. Ez is nagyon jól esik, ha nyakszirtet kimozgatja. Hátra húzod a két vállalat. Majd elő. Hátul. Elő. Hátul. Leggyorsabban. És elég lesz. Párat. Csak így lazán körözzél. És utána egy célzott vállatlazító körzés. Előre kezded, egy nagy ívet fogunk leírni. Hátra húzod. A két lapocka záródik. Ez volt egy. És még egyen. Kicsit ellazítod, szabadon, és még egyet. És az utolsó. Elég lesz, tudatosítunk. A váll övben erőteljes, de kellemes izomtónus tapasztalható. Váll ízület lazulása. Jótékony lazító hatás. Váll környékén, nyaktájékon. Elég lesz. Következő gyakorlat a mellkas inga mozgása. Lábfejtartás ellenőrzés, lenézel a lábfejekre, beállítod őket csípőszélességre, belső lábfájhuzamosok előre billen a medence. És most, hogyha elkezded, hogy itt lóg egy inga, és elkezded oldalirányba lengetni, ezt az ingát kellene kövesse a mellkasod. Nyugati mozgás kultúrában nem szoktuk ezt a részt mozgatni, úgyhogy ha nem mozdul be, akkor az normálisnak tekinthető. Tedd ide a kezed a bordákra, és egy kicsit told meg, és akkor az idegrendszer elkezdi felvenni a kapcsolatot ezzel a résszel is. Minél többet gyakorlod, annál inkább jobban fog menni, rá fogsz érezni. Az agyad megkeres azokat a mozgató központokat, izmokat, amik lehetővé teszik, hogy megmozdítsd ezt a részt is. Meg fogja keresni, erről még sokat fogunk beszélni. Egy picit előre engeded a vállaidat, folytatod, hátrahúzod a két vállat, folytatod, elő, ilyenkor az alsó bordákkal masszírozod a hasfejű belső szerveket, lehet is érezni, hátul, elő, hátul, ugye az lenne jó, hogyha a fej és a medence nem mozdulna be, de ez is nehéz. Kezdetben mindegy, csak próbálkozzon az ember, eleve csináljon valamit. Leggyorsabban. És elég lesz. Lélegzel, pihensz. Tudatosítunk. Ha jól végezted a gyakorlatot, hátgerinc tájékon, melegség, érzékeled, hátgerinc, hát, váll, mellkas és hasüregi rész, alapos átmozgatódását. Egész törzsben a vérkeringés felpesdült,
egész törzs kimelegedett. Elég lesz. És akkor most értünk el ahhoz a részhez, amihez az előző órán már nem. A következőben a gerincről fogok pár szót szólni. Ma már az orvostudomány is egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a gerinc egészsége nagy mértékben befolyásolja az egész test egészségét. Egy jól működő gerinc hosszú évtizedekig jó fizikai alapot jelent, míg egy sérült gerinc kiindulási alapja lehet számos megbetegedésnek. A jógik már a régi időben kijelentették, hogy a gerinc a fiatalság fokmérője és isteni járóbotként emlegették. Nézzük meg egy kicsit tüzetesebben ezt az isteni járóbotot. Úgy tűnik, evolúció szempontból a felegyenesedés után az a tartószlop járt sikerrel, ami egyszerre oldotta meg a stabilitást és a rugalmasságot. Paradox jelenség, hogy a gerinc egyben felel a szilárdításunkért és egyben a rugalmasságunkért. A szilárdító funkciói a következőek, a csontvázunk tengelye, több egyéb csontozat a gerincből indul ki, védi a gerincfelőt, támasztja a belső szerveket és felületet ad az izmok megtapadásának. Ezen kívül az is elsődleges funkciója, hogy tartja az arányaiban igen nehéz tekególyó súlyú fejünket. Most mindezek mellett a rugalmasságot is biztosítja, rendkívül sok irányba való hajlítást tesz lehetővé, bár természetesnek tűnik, de gondoljunk csak bele, hogy a gerincünk olja meg, hogy tudunk előre, hátra, mindkét oldalra hajolni, sőt, némileg csavarodni is. Ez a típusú mozgásszabadság az emlősök körében egyedi. Ezen kívül a gerinc rugalmasan támasztja alá a koponyát, ha nem rendelkezne beépített rugózással, minden lépésnél kisebb agyrázkódást szenvednénk el. A gerinc két homorú és két domború részlettel bír, ami a függőleges terhelés tompítására kiválóan alkalmas. A hátulról tekintve homorú, úgynevezett lordotikus görbület a nyak és a deréktájéki részen, a domború, úgynevezett kifotikus görbület a mellkas és keresztcsonti falcsonti részen található. Ezen kívül a több kanyarulattal rendelkező struktúrán kívül maga a belső felépítése is az abszolút rugalmasságot szolgálja. A gerincet ugyanis csigolyák építik fel, amelyek egymáshoz képest valamennyire mozogni képesek. 7 nyaki, 12 háti, 5 ágyéki, 5 összecsontosodott keresztcsonti és 3-5 farokcsigolya alkotja, így összesen körülbelül 32-34 darab csigolyát tartalmaz az oszlop. A csigolyák csontok, tehát szilárd elemek, ha egy az egyben egymáson helyezkednének el, mozgásaink közben gravitáció hatására egymáson koccannának és elkopnának. Hogy ez ne történjen meg, köztük valamilyen puhább köztes folyamatosságnak kellene lennie. Hát természetesen van is, ezek a köztes puhább elemek a porckorongok. A porckorongok, ezek a kis milliméteres korongok, az összes különálló csigolya közt megtalálhatóak. Ahogy a nevük is mutatja, porcos lemezekről van szó, egész pontosan kollagénrostos lemezekről, koncentrikus lemezekről. Mivel sokkal puhábbak, mint a csigolyák, így azok súlyának eloszlatására képesek. Ám felépítésükben további cizelláció is szolgálja, hogy hosszú távon biztosítsák a rugalmas rendszert. A külső gyűrűjük porcos, kötőszövetes, rostos, szilárdabb gyűrű határolja a félkocsonyás belső viszkózus magot. Ezt a felépítést úgy lehetne sematikusan elképzelni, mintha a hordók, mondjuk azok felelnek meg a csigolyáknak, lennének egymáson, úgyhogy minden hordó között egy úszógumi található, ez felel meg a porckorongnak, és az úszógumi üreges részében pedig valamilyen félkocsonyás mag úszna.
A gravitáció dolgozik, tehát az egyik hordó a másikra terhel, de a köztük lévő úszógumi a félkocsonyás maggal jól eloszlatja ezt a terhet. A hordók billegni tudnak előre-hátra, nem nyomják agyon az alattuk lévő hordót, sőt, még felülről jövő plusz terhelést is jól kibírnak. Ez ugye akkor van, hogyha visszatérünk a gerincoszlopra, hogyha valamit megemelünk. Ez a rendszer tehát evolúciós szempontból tökéletes, hosszú távú, teherbíró szerkezet, a gravitáció és a plusz terhelések ellenében is. Tekintve, hogy a porckorong külső gyűrűjének többirányú átlós rétegződése van, igen jól bírja a függőleges terhelést. Porckorongos csigolyarendszer egy 80 kilós ember felső testének súlyát, ami körülbelül 50 kiló, tervezése szerint 80-90 évig jól elbírja. Ugye, ahogy a fenti hordós példa mutatja. Ám ha az ember nem úgy és arra használja a gerincét, amire evolúciós szempontból tervezték, akkor ez már bizony nem mondható el. Ez a Semmelweis Egyetem kutatásából kiemelt ábra azt mutatja meg, hogy bizonyos helyzetekben milyen terhelést kap a gerincünk. Látható, hogy az üléstípusuk előjárnak a terhelésben, állva korán sem terhelődik úgy a gerinc, mint ülve, és ki hinné, a helytelen ülésró a legtöbb terhet a gerincre. Az ábrán felismerhető, hogy ez többek közt a számítógép előtt való görnyedés póza, amiben a mai emberek nagyon sok időt töltenek. Az ülésről még annyit, hogy ez az a póz, amiben az ember szünet nélkül hosszú távon ró terhelést a porckorongokra, és a porckorong egyáltalán nem az ilyen statikus terhelésre van kitalálva, hanem a szakaszos terhelésre, amikor is többször van lehetősége energiát meríteni. Amikor nincs extra terhelés ugyanis, a porckorongok szivacszerűen megszívják munkat folyadékkal, magasabbak lesznek, és ezek után jobban eltartják a csigolyákat. Az ízületek így tehermentesítődnek, így a regeneráció után biztonságosan jól tartják a rendszert. A porckorongok regenerációja akkor történik, amikor fekszünk, illetve kifejezetten nyújtjuk a gerincvonalat, ilyen, amikor függeszkedünk, nyújtózunk, vagy akár a gerincet nyújtó jóga gyakorlatokat végezzük. Ha tehát normál terhelést és megfelelő mennyiségű regenerációt kapnak a porckorongok, akkor hosszú távon egészségesek maradnak. De ha ez nem így történik, akkor sajnos rengeteg út vezet betegségekhez. Többféle gerinchez kapcsolódó betegséget lehetne említeni, ezek közül talán a legfontosabb a porckorong degeneráció, ennek végső stádiuma a rettegett porckorong sérv. Mai alkalommal ezt beszéljük meg. Egy javarészt ülésben eltöltött nap után a porckorongok sokkal többet veszítenek a nedvesség tartalmukból, mint kellene, és így sérülékenyebbekké válnak. A porckorong megsérülése a mai életformánkban nagyon gyakori jelenség. Pár évvel ezelőtti statisztikák azt mutatják, hogy a társadalom egyharmada 20 éves korára már valamilyen porckorong problémával rendelkezik, 50 évesen ez az arány már 80%, 80 évesen pedig 96%, és ha a konkrét porckorong sérvről beszélünk, akkor a 20 évesek 30%-ánál, 50 évesek 60%-ánál, 80 évesek 84%-ánál jelentkezik a betegség. A porckorongok a helytelen préselő nyomással rendelkező tartás miatt szenvedik el a rost sérülést. Az ülés ide tartozik, egy préselő, helytelen nyomást fejt ki a porckorongokra. És emiatt az a belső félkocsonyás mag kitolni lesz képes a külső gyűrűt. Tehát először a gyűrű lazul, és utána kiengedi ezt a belső magot. A porckorong rendszernek még egy sajátos tulajdonsága van, hogy nem jellemző
nem tartalmaz érzőideget, vagy elenyésző mennyiségben, és ez azt jelenti, hogyha sérült is, csak akkor okoz tünetet, ha az a belső kocsonyás maga, ami kitüremkedett, érző ideghez ér. Lehetségesen már régen elkezdődött a degenerációs folyamat, a porckorong degenerációja, de mindez számunkra teljesen láthatatlanul és tünetmentesen zajlik, és a szakemberek szerint ez a legnagyobb veszély ennek a folyamatnak. A meglévő baj és emellett fennálló tünetmentesség. Ebből következik, hogy érdemes megvizsgálni többször a gerincünket, megvizsgáltatni, akkor is, hogyha nincsen fájdalmunk, mert még akkor is lehet, hogy kezdődő porckorong degenerációnk van. Ez a kitüremkedés viszont olyan mértékű, hogy ideget érint, akkor már nagy fájdalmakat jelent. Amennyiben a porckorong teljesen elszakad, és a belső kocsonyás maga kiürül a gerinccsatornában, ez a felszívódásig pedig óriási fájdalommal jár. Utána valamilyen regeneráció történhet, de örökké hajlamos lesz, ha már egyszer megszakadt porckorong, újra kiengedni ezt a belső folyadékát. Nagy kérdés, hogy helyre lehet-e hozni a már nem teljesen jól funkcionáló porckorongot. Erre az a válasz, hogy tünetmentessé válhatunk utána is, de ha már a baj megtörtént, tehát a rostos gyűrűk már nem tartanak úgy, mint kellene, azok kilazultak a helytelen tartástól, például az ülőmunkától, akkor egész életben plusz figyelmet és kemény, rááldozott idegrendszeri munkát fog igényelni a tünetmentesség, és nyilván némi mozgáskorlátozottságot, tehát ez az ölben bevinni a mennyasszonyt a küszöbön már biztos, hogy felejtős lesz. Hogy lehet megelőzni? Evolúciós szempontból megfelelő típusú és megfelelő idejű mozgással kell élni az életünket, ezeket megértve vigyázni a gerincoszlopra, az ülőmunkát folyamatosan mozgással váltani, és minél többet a természetben lenni, és természetes mozgást végezni ott. És ebbe a göröngyös talajon való járás is beletartozik a szakértők szerint. A jóga aztán főleg erre hívja fel a figyelmet, hogy amikor csak tudsz, nézzél előre, és a bajokat előzd meg. Most ezt a gerincre vonatkozva, a gerincre többféleképpen lehet vigyázni. Egyes számú vigyázat az az, hogy mozgás. A fizikai test arra van kitalálva, hogy mozgassad. Hogyha bemerevedik, ülsz, ülőmunka, legrosszabbat teszed a gerincet. Még úgy lehet rá vigyázni, hogy izmokat növesztesz mellette. Hogyha van egy normális mozgás, mint amire ki van találva az emberi test, akkor alapvetően itt valószínűleg meg vannak erősödve a gerinc két oldalán lévő izomkötegek, de van az úgy, hogy még jó, hogyha oda ráerősít az ember. És a harmadik az, hogy ide-oda, amarra kell mozgatni, rugoztatni a gerincet, netán néha fordított testállásba lenni. Most ha megnézed a jóga gyakorlatait, mintha erre vannak kitalálva, hogy a gerincet ebbe az irányba, abba az irányba, erre-arra mozgatják. Ez a gyakorlat, amit most tanulunk is, erre vonatkozik. Egy rugóztató, mint egy ilyen helyre tevő, helyre állító gyakorlat, tehát mint a két oldalról, hogyha egy rugóként képzeld el a gerincet, két oldalról meghúzol egy rugót, és akkor az így helyre csapódik magától, helyre. Úgy szoktuk mondani, hogy a struktúrája a helyre áll. Valami ilyen történik, persze csak megmutatom, lábfejek kifele néznek, kéz a combtőn, hüvelykujj előre, négy ujj hátra, és akkor nagyon fontos ez a nagy terpesz, tehát kicsivel ne is próbálkozz, minimum kettő csípőszélesség, de ha megnézed, szerintem azért három is van. Kifele néznek a lábfejek, ez biztosítja a stabil medencét, ez nagyon fontos. Bebillented majd a medencédet, ugyanaz, amit eddig elmondtunk,
nem jó, hogy ki van homorodva, legrosszabb, nem szabad, behúzod. Utána a kezeket ide teszed a combtőre, ez majd lenne csúszhat. Gyakorlat lényege az lesz, hogy egy pillanatra, amit a gerinc cipel, azt a súlyt leadod a kezeken keresztül a lábakra. Megrugóztatod ezt a rendszert, és akkor úgy szokt mondani, hogy fellélegzik egy pillanatra. Mutatom. Légzéssel összekötött, a légzés meg fogom vezényelni. Levegőt veszel orron keresztül most. Előrehajol, szájon keresztül kifújod mindenki. Felemelkedve orron keresztül be, tele-tele, megtöltöd a tüdőt, és lemész térdből. Na és most lehet egyik lábra, a másik lábra súlyt tenni, és közben forgatod is, rugóztatsz, és közben forgatod is a két válladat. Mikor elfogy a levegő, felemelkedsz, kilélegzel. Pihensz, lélegzel, és akkor megy a következő. Kezek. Mély levegő. Kifújod. Felemelkedve orron keresztül be. Tele-tele, térből le. És megy a rugóztatás. Nagyon jól esik. Az lenne jó, hogyha minél jobban lenyomnád a medencét, és ezáltal termentesül a gerincoszlop. Felemelkedsz, lélegzel. És a következő egyben utolsó, levegőt vesz orron keresztül most. Kifújod szájon keresztül, felemelkedve orron keresztül be, tele-tele, térdből le, és a rugóztatás. Nagyon fontos, az áll be van húzva. Ne dobd így fel a fejedet, az nem jó. Elég lesz. Alapállás, bemúlt szemmel tudatosítunk. Fizikai hatásokat érzékeled. Ha jól végezted a gyakorlatot, gerincmenti izomzat megnyúlt, gerinc csigolyák és a bordák közötti távolságok megnövekedtek, gerincből vitális energia árad, mely betölti egész lényedet. Elég lesz. A következő gyakorlat is nyugati szemlélő számára valószínűleg furcsán fog hatni. A gyakorlat neve szedcsont alatti pont megmasszírozása. Ez egy stresszpont. Stresszpont, ami a plexus solarisnak felel meg, tehát ez nyugaton is ismert, ez a idegfonat, ez körülbelül itt van, szedcsont alatt 3-4 ujjival, köldök fölött 3-4 ujjival, valahol félúton. Onnan ismered meg a gyomorszájtáig, hogyha megütögeted, akkor valószínűleg fog fájni. Ha valakit ütöttek már, vagy rúgtak már gyomorszájtáikon, azt tudja, hogy hol van. Nagyon kellemetlen ennek a megütése, megrúgása. Harcművészek ezt tudják. Ezt fogjuk masszírozni, ez egy gócpontnak tekinthető idegfonat, tehát idegfeszültségek gyűlnek itt fel. Többek között ezek azok, amikről tudsz. Itt olyanok gyűlnek össze itt a válkörnyékén, amikről nem tudsz. Ezek a tudatosok, amikről bármikor tudnál nyilatkozni. Tehát minden olyan, amikor nem mondhatod ki a véleményedet, meg önuralmat tartottál jó esetben, meg rossz esetben elfolytás, ezek mindig felgyűlömlenek. Mikor az embernek néha elgurul a gyógyszer, és akkor kezd ordibálni, akkor innen, amik ide le vannak folytva, azok egy kicsit felszakadnak. Ezeket nem ordibás formájában kellene kiadni,
hanem vannak ilyen elég jó módszerek ahhoz, hogy könnyítsük ezt a részt. Az egyik például ez a masszírozás. Ezt gyakran csinálod, akkor koktélmentesül. Másik lehet nevetéssel is oldani ezeket a dolgokat, és lehet célzott hordibálással is oldani, vagy kiabálással. Ha láttatok, a harcművészetek foglalkoznak ilyen kiabálásokkal, hogy kiállnak a rétre, és akkor együtt kiabálnak. Hát aki átért már ilyesmit, az tudja, hogy bizony olyankor van egy nagyon-nagyon érdekes energia, ami megjelenik, tehát mintha egy érzi az ember, hogy szakad fel valami innen, ez a napfonat tájékáról. Japánok ezt a részt úgy hívják, hogy hara, a hara tájékáról. Na, akkor hogy masszírozzuk ezt a pontot? Hüvelykújat kell a többitől így eltávolítani. Ide teszed, megkeresed a pontot, térből kicsit lemész, és a gyakorlatnak a nagyon fontos eleme, hogy lazítsd el a hasadat. Tehát nyugodtan el van lazítva a has, az ujjat benyomod, és elkezdesz masszírozni. Masszírozás iránya előrefele és lefele. Most, ha ezt most csinálod először, akkor nagyon valószínűleg fog fájni. A mai életben nem jellemző az, hogy stresszmentesen élünk. Mindenkinek fáj. A Kanári-szigeteken nyaralsz egy hétig, akkor egy kicsit jobb. Itt csak ennyi. Visszajössz, egyszer elmész a munkahelyedig, már kész. Láthatod, hogy elég mélyen benn van az ujjam. Szinte eltűnik, azért, mert nagyon jól ellazítottam hasmat. Ez a titka. Elég lesz, felemelkedsz. Hasi légzéssel lélegzem. Másik kéz. Bal, térdből lemész, és megy a masszírozás. Elég lesz, felemelkedsz. Kellemetlen érzésed volt, valószínűleg el fog múlni pár perc alatt. Lehetségesen kimasszíroztál valami feszültséget, lélegezz szabadon. Fizikai hatásokat érzékeled. Ha jól végezted a gyakorlatot, jellegzetes megkönnyebbültség, felszabadultság jelentkezik. Kifinomult szinten tudatosítod. Hármas erőközpont tájékára kivetülő feszültségek, gátlások, komplexusok, stresszlerakódások részleges feloldódása. Szabadabb, megnyilvánító, megnyilvánuló képességeket. Elég lesz. És akkor az utolsó bemelegítő gyakorlathoz érkeztünk. Előre hajló nyújtó gyakorlata neve. Egyik lábbal előre lépsz, és könnyedén forgóból döntögetni kezdünk. Ezt is most végezzétek velem. Megvan emelve a fej. Egyenesken ne legyen a hátkerinc, és csak forgóból lazán döntögetsz. Egyik lábhoz, másik lábhoz. Lehet cserélgetni is azt, hogy melyik van elő. Hátul érzed a lábizmuk alapos megnyúlását. Egy picit előrébb engeded a két válladat, fejet még mindig tartod elő, magasan. Egyik lábhoz, másik lábhoz cserélgetsz, majd még mélyebbre engeded magad, egyre mélyebbre. Most már kifejezetten hajlítod a gerincet. És utolsó fázisként egyik kéz megfogja a bokát, másik kéz a
tarkótájékot is húzod magad közel karból. Ha bárkinek gyulladás van a fejében, ezt a gyakorlatot nem végzi, ha ilyen betegség után vagy, ilyen fejben gyulladás betegség után, akkor fog, vagy fül, vagy bármi torok, akkor nagyon-nagyon óvatosan. Mindenki más, minél előteljesültem végzi, annál jó. Majd nagyon lassan, óvatosan elkezdesz felemelkedni, a szédűsz, nyitod a szemed, óvatos a felemelkedés. A két kart megemeled magasba, nyújtózkodsz, és leengeded a kar, majd utána nyújtó gyakorlatot végzünk, összeteszed már itt lenn a két könyöködet, azt átemeled fejeden keresztül, törzs tengely mögé, és ott hozod le a két kart, nagyon jól esik. Kitárja teljesen a törzs felső részét, még egyszer. Könyökön, ameddig csak tudod, utána át, és lassan, de biztosan húzod lefele. Majd utána a két válladat megmozgatod, és alapállásban bemúlt szemmel tudatosítasz. Érzékeled az egész fizikai test kimozgatódását. Erőteljes, kellemes izomtónust az egész fizikai testben. Egy jól működő, egészséges fizikai testet tudatosítunk. Akkor ez volt a jóga bemelegítő gyakorlat sor. Remélem, érzitek azt az erőt, ami megjelent, egy teljesen más fizikai állapotban van a test. Szellem is éberebb lett. A következő órákon még fogunk tanulni egyet és mást a jóga szellemiségével. Akkor köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!